Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Csárli vagyok. Akik ma velem vannak... Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Pifko Krisztián, vagyis Mújó. Hell yes. Mi a helyzet, fiúk? vissza valamelyik őtöktől. Ez a mániátok. Ö, próbáljatok fölnőni a helyzethez, oldjátok meg egyedül, nagy fiúk vagytok, és a többi, és a többi. Én is közben mikrofont szerelek itt az állványon. Jó, amíg rájöttök, hogy mi van veletek, vagy megjavítjátok a... la 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 la, la. Fifikától visszhangzom, nem tőled. Aha, zsír fifika. Mind... Tőlem biztos, hogy nem visszhangozhat. Hát ez jó, ez jó. Veszek egyetek azon kikitől visszhangzik, fifika. Új is Fifikától nálad. visszhangzik az utca. Már csak azért is, mert mindig az ő... Complete. Mindig, mindig, az ő jelszintjével van a, a probléma. Úgyhogy maradjunk abban, hogy mindent rákenünk fifikára. Bekaphatjátok a jelszintemet. Boris jelszint? <laughs> Sőt, már be is kaphatjuk. <laughs> Boris, show, show time. Szóval nekem még mindig megvonásom van a héten. Rossz voltál? Miért? Projekt leadás van nálam is. Úgyhogy... Az mindig rossz. És hallod, szóval mikor mikor az ügyfélnek mondom, hogy ö, ö, most van a, az egyik checkpoint, most akkor össze kéne ülni, mikor lenne jó, és ráírtam tegnap előtt, hogy holnap jó, ma este fölhív, hogy, hogy akkor neki holnap jó. Azt mondom, jó, csak nem jelezté vissza az meg egy napig, tehát nekem már nem jó, mert más dolgom is van. Hát, hát, pedig ő, ő, nem tudja, hát neki most tök jó lenne. Mikor most? Hát egy fél óra múlva. Hát nekem meg nem. Hát de tudod, hát mindig az övé a legfontosabb ö, probléma, úgyhogy mindig meg kell oldani. Na, mindegy, zárója bezárva. Úgyhogy ennyi, aztán. Ja, istenem, már látom a lelki szemém előtt, hogy még durvább lesz az elkövetkezendő, nem tudom én hány év, mert a kolléganőm bejelentette, hogy hát már három hónapos állapotos, nem is terhes mondok, mert ez nem teher. Úgyhogy szerintem két Várandós. Igen, két-három hónapon belül ő, ő, el fog menni a szülési szabadságra, meg táppénz, meg mit tudom is, mi van ilyenkor, meg gyek, gyák, csok, itt faszom se van képbe már ezekkel, és aztán, és aztán így, tehát most vagyunk egyébként mi határon a csoportunk, ha egy ember fixen kiesik, akkor, akkor minden borul, úgyhogy Hát kemény lesz most, nem tudom, hogy, hogy lesz megoldva. Erőforrást allokálnak, vagy embert vesznek föl, vagy ebbe a vérzivataros időben, ez nem tudom, hogy lesz kivitelezve, de, de lehet, hogy majd itt legóznunk kell a podcastekkel, bocsánat, de bocsánat, de három órát aludtam ma. Azt is 8 9 9-10-11-ig, ja. És ti? Krisztián, te jössz. Nem, Krisztián, nem történt semmi, és aztán utána még fél órán keresztül úgy is beleszól, hogy még az történt. Nem, így. most egyszerű, most tudom, hogy mi történt velem. Tom Clancy. Igen, igen, Division Beta volt a hétvégén, Open Beta, ezen kívül, ezen kívül influenzás voltam, úgyhogy ennek a jegyében telt az elmúlt hetem. Ahogy kedves édesanyám és a 60 pluszos nők mondják, influenzás voltál. Influen... influenziás. <gül> igen, <gül> igen, pinko úr. <laughs> ja, hát... Tudod, akkor... ez a mibe halt meg szegény Józsi? Influenzába, olyan messze. De jó, vagy... Igen, igen. Jönnek ezek a viccek, amik lehet látni, hogy a korosztály az mi. Öh, én kérek elnézést ezért a szarvicért. De hát lehet, hogy a medvék tesz. Ú, a... Ú, uh, majd erről beszéljünk, mert most most Romániában megint alakul valami. Utána kell nézzek, de de már megint valamit csináltak. Hú, Na, mi volt az? Nem tudom, hogy valamit vagy. mindig csinálnak. az meg most, ma olvastam, vagy tegnap, vagy éjszaka, vagy nem. <kül> Mire gondolsz, Charlie? Ma nem, voltam kint nem, 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 nem olyan, hogy téged már nem engednek vissza, mert olyan szerencsénk nincs. Az, de és ott is van internet. És lehet, hogy jobb, mint itt, nem tudom. Nem tudom, nem tudom, nem tudom. De, Na, de ö, szeretném ö, még off Krisztián befejezte az élmény beszámolóját? Én be. Hát sem. ez nagyon rövid volt. Hát mert beteg no, volt. Hát beteg voltam, nem, nem nagyon volt semmi sem. Ú, velem rengeteg dolog történt. Tehát ma találkoztam életem legnagyobb showman határőrével. Vámosával? Nem mond. Nem, 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 nem. Tehát akkor rendőrrel. Te mondtad, nem én, tehát semmilyen, hogy is mondjak, semmilyen olyan információt nem akarok kiadni, ami alapján be lehet azonosítani Na jó, az csak Hát attól, hogy vannak pár ezren, tehát hogy rendőr vagy finansz. Ez a kettő. Jó, ez nem finánc volt. <laughs> Jó, akkor ez tehát rendőr. Okay. Ez így korrekt. Igen. Ez így korrekt. És uh, akkor a poénokat sütegetett el a fickó, föl kellett volna vennem. Szegény, fázott is, unatkozott is. Uh, állt a, a sora határon, ugye a román hatóságok mindenkit, szem, mindenki személyig az olványát beütik a számítógépbe. Mi az, hogy szóval beütik? Nem olyan hogy, nem olyan, hogy rárakják, tudod, a leolvasóra, és akkor a személyidnek az alsó kód sorát beolvassák? Vagy tudod, mint az útlevélen is van az a... Miről beszélsz, <laughs> Mi, Most a kompüterem, akadtunk meg, vagy mi? Ne, hát van egy darab valamilyen PC-jük, és ott kézzel billenyt, klaviatúrával szépen beütik a nem tudom mit, gondolom a személyigazolvány számodat, és megvárják, amíg a gép vissza jelez neki, hogy gondolom én nem vagy körözve, nem vagy kitiltva, nem tudom én, nincs, nincs büntetőeljárás folyamatban jelened, vagy fogalmam sincs, hogy mit néznek. De hogy nem a rendszámodat nézik, hanem a, a személyigazolványodat. Na és miközben így átsorogtunk a, a, határon, ez az, az úriember odalépett, ugye mi megkérdeztük, hogy nem szeretnénk vám szabálysértést elkövetni, mint egy húsz darab egy literes staroprámen sört akarunk visszafelé hozni. Erre mondta, hogy, hogy ő nem vámos, de tudják mit? annyi sört hozzanak, amennyit csak akarnak, azt mondja. Nem fogja magukat a NAV ezé háborgatni. Tudják az a hogy is hívják, az a Ildikó vagy kicsoda, azt És tudják mi a kedvenc száma? Mondom nem. Amerika néha visszainteget. És ez dölt belőle, öcsém. Tehát ja, valami istenem. félelmetes volt a csábú. Eddig a eddig a nem is tudom, a stand-up kamedisek között ki volt a kedvencem, de simán levert mindenkit ez alatt a három perc alatt. Zseniális volt. Aztán elmentünk ebédelni, és uh, tudod, ilyen, ilyen feelinged van. Beülsz egy egy nagyon klassz étterembe, kim vannak a hamutálak, hátad mögött dohányoznak, jobbról dohányoznak, és nem hány évvel ezelőtt lehetett nálunk két dohányozni? Hú, uh, hát sze... Hát lassan Egy tíz. Hat. Tíz? Hat? Szerintem... 10 tíz, tíz, tizet a soknak tartom. Szerintem... azt hát, mondom, hát... hogy lassan tíz, valahol hat, hat és nyolc között. Hát de várjatok már, az, az kb. együtt volt, amikor lehetett dohányozni szórakozó helyeken? Igen, igen. Mert én, én még emlékszem, még... Hát én, én erre emlékszem, hogy ilyen 6-7 éve még, 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 vadul lehetett szívni a... Lehetett bagózni, én is úgy, úgy emlékszem, és hogy a, a kocsma az, forradalom hét, az tésztett, nem madár, tartott madár, madár. két vagy három hétig utána. Te a izére gondolhatsz, Krisztián, mert először, ha emlékeztek, akkor a szeparálás volt. Tehát engedték, nem, magam, én nem hogy Hát itt lakom most, ahol lakom, volt tovább már három éve, előtte húztam öt évet az Angyal utcába kb., és, és amikor az Angyalba laktam, annak nagyjából a közepén volt, amikor kitiltottak ö, minket a kocsmákból. Illetve akkor én már, e, bocsánat, nem! Én már egyszegiztem, amikor a kocsmás kitiltás volt, és az most lesz nyáron öt éve. Bocsi, tényleg. Na, tehát akkor nagyjából öt, öt év, és szívtuk benne az elcigit, ami azért vicces volt, mert mert mindenki szolídan füstölte a cigarettát, mi meg nyomtunk oda egy olyan gőzfelhőt az asztal köréért, tehát hogy a pincér kikerülte, amikor jött a kajába. Nehogy adjon rajta. Nehogy fönnak adjon rajta, így van. És március 15-e, ezt nagyon megjegyeztem, március 15-e, a napja, amikor Romániában is betiltják mind az e-cigarettát, mind a hagyományos dohányterméket nyilvános helyen használni. Nagyon kíváncsi leszek rá egyébként, hogy ez hogy fog nekik sikerülni. Most március 15. Most? Tehát azért egyeztem meg, mert a mi nemzeti ünnepünket választották. Nagyon akkor -e utagok, hogyha nem jogharmonizáltak ebben a kérdésben, vagy elszenvedik a büntetést? Vékésen. Nem tudom. Szerintem figyelj, egy csomó dologra lehet halasztást kérni. Tehát ők ezelőtt két évvel már egyszer nekiugrottak, ja. és, és akkor nem sikerült. Tehát ilyen, ilyen három vagy négy áldozat után úgy voltak vele, hogy inkább nem akarják ezt a témát feszegetni. Egyrészt, másrészt meg a parlamentben a politikusok legalább 60% a dohányos. Tehát gyakorlatilag ők ott simán megputcsolták ezt az egészet. Most, mióta ez a nemzetiségi elnök van Romániában, azóta egy picit keményebb a, a dolog. Ugye azóta kezdett el igazán jól működni náluk a, a korrupció ellenes rendőrség, sorra ültetnek le mindenkit, tehát volt -e elnök, nem érdekes. Az is megy a levesbe. Na úgyhogy ez volt az egyik ilyen, ilyen illetve ez a két érdekesség volt csak egy ilyen tudod, reggel délutána visszacímű dologba. A másik pedig a, a DHL-lel való küzdelmeim sora, és ezt majd ki fogjuk beszélni a, az adásban, de érdekes lesz mindenféleképpen. Uh, illetve mi történt? Valamit pedig még mondani akartam, hogy mi történt a héten. Ja igen, uh, rájöttem, hogy én eddig azt hittem, hogy a birka egy szemét állat. Most, most szólok mindenkinek. Azt hiszed, hogy kövér, közben meg nem. Charlie sóhajtott, nem tud átérezni a problémát, hallom. Az az igazság, hogy de, mert én gyerekkoromban a, a szomszédunknak volt egy, nem tudom, hogy nem birka farm, tököm tudja. És mikor betakarítást akartam mondani, mikor jött értük a kamion, tudod, ilyen több emeletes kamion, és a Birkákat föl kellett rá, akkor mindig keresni kellett egy vezért, akit te a két lábat között széttett lábbal fölhúzogattál emeletenként, és akkor a sok hülyebb birka szó szerint ment utána. És akkor én ott rengeteg, rengeteg birkát fogtam a, a ragacsos, húgyos, gyapjú ö, bele, szaga beleivódva az orromba, tehát én ez nem felejtettem el, hogy milyen az. Na de mindegy. Ö... Tehát pont, pont így, pont így jártam, ahogy mesélted, hogy tudod így messziről nézed a birkát, úristen, milyen szép kövér birkák. És akkor ki kellett őket ö, húznom a helyükről, és amikor így átfogtam a birkát és belenyúltam a gyapjújába, akkor így beleszaladtak ezen, mondom, basszus, ez nem is kövér, hanem kurva nagy a gyapjúra rajta. Hát ezért tartják, könyörgöm. A gyapjúért? Hát nem a birkák, hogy nyírják. Hát de, nyírják a birkákat, Krisztián, uh, csak de ez, nem ez a két, erre egy ez a két birka gyapja, ez ebből nem lesz podcast mikrofon. ezt most... Persze, most de erre mondom. épül egy iparág a birka nyírásra, és hogyha a birkák baromi kövérek lennének, és lenne rajtuk egy kis szőr, akkor ez inkább a húsáért tartanák őket, nem a gyapjukért. Ezt elképzelte. Erre épült, Köviz erre szörű. épült, az meg új zéland is, tehát... Az a, az a, nemzet, ahol egy emberre 6-7 birka jut, az mindent tud róla. valakiné itt a telefon, kéretik. Az enyém ki van kapcsolva. Az enyém meg nem ciripelt. De lehet, hogy közel van, és, és, és meg akarja találni a hálózatot. De hát akkor hallanám, ha ciripel. De én hallom. És az enyém is repülőbe volt. Na mindegy. Na, akkor mondhatok én neked egy jó hírt, Krisztián. Mondja jó hírt nekem, kérlek. És ö, tényleg adásban még Krisztián sem tudja, szerintem, de Andor rám írt tegnap este hétkor, és szó szerint olvasna, mert autentik. Baszki, ezt nem hiszem el, Mújó megúszta, vagy csak nyert egy év felkészülést, idén elmalad a Legion Run Magyarországon mekkora genyó. Ezt írta. Hogy lehetséges? <laughs> hát szerintem megtudták, hogy nem indulnál, csak néznéd a part széléről, úgyhogy, úgyhogy így nincs értelme megtartani. Bár én az illuminátusokat is mögé láttam, de. Mondtam én Krisztián, hogy föl kell őket jelenteni. Tudod. Megírtad, megírtad, ennyi. Nem lesz verseny, kész. Így jár mindenki, aki engem akar megmozgatni. Nem hiába alakítottam meg a 2000-es évek elején az önkéntes mozgásszegény mozgalmat. Úgyhogy csak óvatosan. Zseniális. És mi, mi a jelmondatotok? Az nem volt. No sport. Az nem volt, kérlek szépen, a fenébe. Hiába az egész. Azért sajnálom, mert hát Andor annyira szeretett volna menni. Rendkívüli módon sajnálom. Én meg szerettem volna szurkolni. Egyébként, ha már a sportnál tartunk, említsük meg újra Kuzi <laughs> mestert, aki, aki ugye megy, megy vagy indul ezen a transzkontinentál versenyen, és aki nem olvasta volna, annak javaslom, hogy a Marathon Bike .wordpress.com oldalat keresse fel, mert hát úgy döntött, hogy, hogy előtte még valami, valami bemelegítés kéne, és ö, 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 szerveznek egy ultramaratoni versenyt is ö, Horvátországban, 1400 km, körülbelül 16 ezer méter szintkülönbséggel, úgyhogy azon is elindul. <laughs> és ö, azt mondja, hogy a befutó helyszíne újlak, mivel a két verseny között több mint egy hónap van, így van idő kipihenni magam, úgy gondoltam elindulok ezen is. Jó, erőfelmérő és hardware lesz lesz. <coughs> <coughs> De előttem van a térkép. Tehát elindul Horvátország keleti csücskéből, fölmegy egészen az északi csücskébe, onnan el a nyugatiba, és aztán végig a parton le a legdélebbi csücskébe. Szép kis túr. És nem alföld. Úgyhogy, ha már itt a, a sportmentességedről van szó, akkor ö, ö, Kuzi kiveszi a részét helyetted is. Úgyhogy ehhez is sok sikert kívánunk neki, itt az Éteren keresztül is. Hajrá, Kuzi! Csak nehogy valaki hajrá, bedobjon, hajrá. nehogy valaki bedobjon egy kuzinextet a küllői közé. Ú. Na, csapassuk, fiúk! Csapassuk! Csapassuk! Ó, nem raktunk rendet közte. Baker. Baker, bakker. Bakker, bakker. Hm. Igen, Krisztián megint megúszta jön? azt. Ez Az tett tökre jó, hogy a bele torzítotok és beleugattok. Kezdjük a csörmegessel? Kezdjük a csörmegessel. Dur! Abból baj nem lehet. Ugye, hogy ugye? Mondjad. Az történt, hogy New Yorkban bíróság elé került a kérdés, hogy az elektromos cigaretta használat most akkor dohányzás-e, vagy sem. És a tisztelt bíró úgy határozott, hogy az elektromos cigaretta használat márpedig lenne nem dohányzás, lévén nem ég benne semmi, és nincsen benne dohánytermék sem. Úgyhogy New Yorkban bírói határozat van róla, hogy az elektromos cigarettázás nem minősül dohányzásnak. És ugye ott precedens értékű, vagy precedens jog van, precedens alapú jog, úgyhogy ez elég messzire yeah. vezet. Úgy bizony, ez metal villa. Mondjuk múltkor se nagyon... Hogy mondja? Én, sőt, inkább úgy mondom, múltkor is lefostam, hogy mi van, és talán egyszer a, Bryant Parkban szólt a rendőr, de akkor is tudom, hogy ez nem füst és nem cigaretta, de hát azért, azért hagyjuk már inkább, mert jobb a békesség. Ez az egy volt de welcome, sír. Utána már lehet példálózni vele, mert náluk lehet. Hát igen, bár nálunk is így lenne. Mondjad, Fifika, a következő te vagy, aki berakta, mert, mert aztán nekem lenne egy ilyen kis gondolatébresztő blokkom, aztán, aztán én annak futnék neki. A következő is én voltam. Ért, bocsánat, még visszakanyarodnék az előzőhez egy picit. Ugye az érvelés lényege az az volt a bíró részéről, hogy New York állam egyetlen dohányzásról alkotott definíciójának sem felel meg, abban nem fér bele az elektromos cigaretta használat. És ugye ezt mondjuk itt mi is az érvelés az ugyanaz, hogy ott van a törvény definíciója, nem dohányzás. Már csak ebből a szempontból sem, sok egyéb szempontból sem. Ez lett volna még. Köszönjük szépen vidéki versenyzőnknek. Köszönjük Emese. Jöhet a következő. A formadelhidet elmondhatod. Igen, a formadelhid kérlek szépen. Kijött egy újabb formaldehiddel kapcsolatos tanulmány, amiben C4-es, protankos, gladius, nautilus, illetve szubtankos kazánokat teszteltek eltérő teljesítményen, és vizslatták, hogy milyen mennyiségű formaldehidet, acetaldehidet, akroleint, és úgy globalice mindenféle aldehidet bocsát ki magából ezen használat közepette. És nagyon érdekes eredményre jutottak. A c 4 volt az egyetlen felső fűtőszálas kazán, az összes többi ugye alsó fűtőszálas volt, és ahogy emelték a teljes, a CN4 messze a legrosszabb eredményeket produkálta, csak úgy ömlött belőle a, a, a formaldehid. Nyilvánvalóan a megfelelő helyén kezelve a történetet, tehát a dohányzáshoz képest még így is ö, elenyészően kevés, de hogy így nagyságrendileg 6,2 mg formaldehid jött ki átlagban egy CN4-esből 5,3 watton, még mondjuk egy protankon, gládiuszon, tehát az összes többin ahhoz közeli teljesítményen még a felet sem érte el, tehát 0,2, maximum 0,2 mg volt ami azt jelenti, hogy 30 ad annyi formaldehid csúszant ki belőle, mint egy CN4-es kazánból. <tört> És itt elmélgetik, vagy elmélkedik, igen, igen, ez volt a, a, a nagyon érdekes. Ahhoz 25 watton kellene elgőzölnöd 408 ml, tehát több mint 4 deciliter levest naponta, megismétlem, több mint 4 deciliter, majdnem fél liter levest kellene 25 watton elgőzölnöd egy szubtankban egy nap ahhoz, hogy még mindig kevesebb formaldehid jusson be a szervezetedbe, mint a megengedett egészségügyi határérték mondja formaldehiddel dolgozók részére. Tehát egész egyszerűen innentől kezdve a formaldehid kérdést én azt hiszem egy életre lezárhatjuk. Én azt szeretném hozzáfűzni, hogy erről már beszéltünk egyébként, talán pont múlt héten, vagy azelőtt, <coughs> pont ezekkel a, a kazánokkal és összehasonlításukkal. Valami rém lett nekem, de én ezzel most akadtam össze. És ez ki, ki is tárgyaltuk, illetve akkor is szóba hoztuk a kontextust, mindig a kontextus a lényeg, és... És, és, és ennyire hülye lennék. Hát ö... Nem, nem, én erre a táblázatra abszolút nem emlékszem. Hát az emlékszem. egy dolog, hogy erre a táblázatra de nem ha... emlékszel, de de ez nagyon rég volt már téma. Blackivel is megemlítettük, talán ha visszapödörtök, a valamelyik Facebookos oldalon, vagy a Blackin, vagy az enyémen is ott volt. Sőt, Blacki írt is róla. E info. Hello, hello. Elektorkalandorok. Hmm. Szerintem nem erről a vizsgálat írt mindegy. Fifika, okay. erről írt. Ott volt a CN4 is, ott voltak a drip is. Na, de erről ráfűznék én a sajátomra, mert egy, jó lenne tudni mindenkinek, hogy hol a határ, mert, mert most nehogy az legyen, hogy piedesztára emeljük, és mindent leegyszerűsítve azt, mondunk, azt mondjuk, hogy már pedig az a dripkazán, ami két millió watton van meghajtva, az sokkal egészségesebb, mint egy tököm tudja milyen integrált, mert ez végletekig, végletekig le van egyszerűsítve, és kiragad részleteket a gondolatmenetből. Ez az egyik. És ebből jön az a hír, ami természetesen a magyar sajtóban is megjelent, elektromos cigaretta miatt illetve az akkumulátora miatt, ugye, felrobbant az akkumulátor, és megint egy csodálatos kép ö, szerepel a cikkben, ö, ahol, ahol az úriembernek a zombia harmadfokú égési sérülésektől van tarkítva, és cső, csak azt vette észre, hogy olyan a combja, mintha tűzi játék lenne, amikor lenézett. Tehát ö, ö, tanuljuk meg helyén kezelni a. Itt is már megint a mértékegységeket, a, a, az ilyen hülyességeket, hogy mennyit tartalmaz, hiszen tudjuk, hogy még az a legegyszerűbb C4, meg a fene tudja már milyen régi kazánok voltak, azok is ö, klasszisokkal jobbak, mint a hagyományos cigaretta. Amiről már oly sokszor beszéltünk itt akár diacetil, vagy más mérgező anyagok kapcsán. És hogy a, a diacetiles likvidekre kitérjek. Ö, 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 apró, aprócska jó hír, hogy ö, valaki, aki likvidet fog ö, a mi találkozónkra küldeni, megkapta a vizsgálati eredményeket, és az összes likvid, amit ö, tőle fogunk kapni, az diacetil. Acetilpropionil és az újabb medvehagyma acetoin mentes, tehát nulla az a szám, amely ezeknek a vizsgálati eredményeknek a sorában található, tehát abszolút megfelel a mi kis tüdőszövetecskéinknek, úgyhogy örüljünk ennek, halleluja effekt most nincs, de fifika énekelhetsz, ha gondolod. Ö, nem, nem, nem gondolok. Nem éneklek most, Csárli. Be van rekedve a, ja, a Nem melegítetted be a hangszálaidat. La, 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 la. la. <gül> <gül> ja, ez csak úgy eszembe jutott a, a, a Meg hát ugye az aksi, amit az előbb mondtam. És, és, akkor megyek tovább, mert hogy... Én még az előzőre még visszareflektálnék egyet, bocsánat, közben nézegetem, tényleg lehet, hogy ez már volt, mert azt nézem, hogy az idei, idei márciusi regulatóri Toxicology and farmakológiai lapjaim fog megjelenni a tanulmány, de hogy 2015 decemberi datálás is van benne. Minden esetben nem is az a lényeg, csak a saját hátsómat akartam védeni, hogy ennyire nem néztem be, hogy már olyat húzok elő a kalapból, ami már volt. Még egy nagyon fontos Aspektusa van ennek a, a, a dolognak, ami arra világít rá, hogy azok a tanulmányok, amik notóriusan különféle vattokon, C4-jel tesztelnek különféle dolgokat, alapvetően el vannak baszva, mert a C4 a legkevésbé alkalmas kazán arra ezek szerint is, hogy valós, reális képet kapjanak a különféle elektromos a folyadék elgőzülése során felszabaduló anyagok mennyiségéről, tehát a létezőleges legrosszabb választás. Úgyhogy erre is oda célszerű figyelni a jövőben a tisztelt tudósokra. De a, a CL4 az, az, az már gyakorlatilag egy ilyen lefutott kategória, nem? Hát nem egy mai darab, igen. Valahonnan a szekrény aljáról előkotorják, és megküldik 40 wattal, aztán csodálkoznak, hogy öö, mi minden van itt. De ezt előgondolkodóknak nem kéne ö, ö, tudatosítani a fejükben, mert akkor tud ezt fogják elővenni, minden egyes mi. Van egy standard kazánunk, egy nagyon jó ce 4 es <köhönt> és onnantól kezdve semmi nem megy át a vizsgálaton. Na de visszatérve a, a gondolat fonalamra. <síns> Szeretne a piac egy új elikvidet? Na nézzük, át átmegy a cél, 4 A -e. <köhönt> standard, ipari standard lesz a CL4 teszt. Bolt, Charlie többet a nem szóló a csapvíz például hibátlanul működik benne. Tehát visszatérve az adás menetre, és nem úgy csapongva, mint két amatőr ö, műsorvezető társam, akiken nem Viszont látszik meg, nem látszik meg, nem látszik meg, hogy 97 adás van a hátunk mögött, nem látszik meg. Ö, Elnézést, én ma fogtömésen voltam, tele vagyok, megérzéstelenítővel. Tudta, látod? 32 perc. <laughs> Abszolút érzéketlen, halad? 32 látszám, perc után. <laughs> jött rá, hogy megint ő végül is nem csak beteg volt, hanem fogtömésen is volt, amit elmondhatott volna az elején. De Maki hát e? minden héten járok fogorvoshoz, ez, ez nem. Bum! Nem, nem kuriózum, hogy mi történt vele ma héten, a mai héten, ez standard. Ja, végül is tök mindegy, nem kell vitáznunk, Krisztián, mert nálam lesz a végén mind a három audiósáv, aztán ott váglak ki, ahol akarlak. Oké. Okay. De figyelj csak, tényleg, Krisztián, De ez csak egy ilyen kérdés, hogy elgondolkoztál -e egy miközben tömték a fogadat, hogy a zombinak szerinted kell érzéstelenítő a fogtöméshez? Nem tudom, de a zombi biztos, hogy nagyon örül neki, hogy valaki önként és dalóval szájába nyúlkál, meg se kell nyújtani a nyakát a harapáshoz. Elmentek csak ti a faszba. A fogorvos nem tudná egyébként, hogy most mivel van a baj, mert hogy folyton csak az lenne, Nem jó? Óvatosabban? Csárlit is. Adjátok, semmi lényegtelen. Na mi van? Bedöglött a téma vonat buzikai. Sziasztok. Sziasztok. Ennyi volt. Szóval, aki aki tévesen azt a következtetést vonja le, hogy a drip kazánnál nincsen jobb. Azt el kell, hogy keserítsem, mert valamelyik fütyülősnek is most olyan van a szája előtt. Hogyne fü... lenne jobb a dripkazánnál? És így fütyül. Két dripkazán. De istenem, hogy tényleg le kéne már lőni, vagy nem tudom, állatmenhelyre csukni. Ö, tehát az ki kell, hogy mondjuk így, ahogy leírtam én az adás menetben, hogy egyre több fasz van, akinek a kezében, zsebében robban fel az elcigi. Az, hogy milyen körülmények között, az senkit nem érdekel. Ö, sajnos. És azzal, hogy hogy ezeket a. megint, jaj, ez most ugrott be ebbe a pillanatba, Ö, valahol találtam, már nem tudom melyik, és föl kellett volna hangosan ordítanatok Facebook csoportban, hogy eladó iStick 60 vagy 40, tehát mindegy, a 40 is, jó, legyen 40, tudod iStick 40, meg valami kazán, az eladás oka, ö, két, két, hetes a cucc, az eladás oka, kinőttem. Hogy bazd meg? Volt egy ilyen, van egy ilyen kollégám, aki, aki azért cserélte le a bicikliét, ö, sőt, ö, a foci labdáját is, mert elérte a határait. Érted? Megkérdeztük, hogy Magyarázd már el, hogy egy foci labdának bazd meg, hogy éred el a határait? Tehát így, így már nem annyira gömb, vagy nem annyira úgy pattog, vagy, vagy mi a tökön van? Hát már annyira technikás volt, hogy a, már, már hátráltatta a fejlődésben, a, a túl nagy dudorok voltak a varrásnál, a labdánál, és már nem úgy pörgött a levegőben a légellenállása, meg az összes többi ilyen, ami van, hogy, hogy egész egyszerűen már nem tudott tovább lépni. Érezte, hogy a lábában még vagy, lenne vagy néhány trükk, de ezzel a labdával már nem fog menni. Vagy ő már kinőtte a gömböt. Tehát most már a kocka jön, érted? Tehát Én vagy úgy volt vele, mindet. igen, tudod, hát most hogy nekem ez, a, ez az európai foci már túl mainstream, akkor most csináljuk ugyanezt tojás labdával, és iránya az NFL. Na de, hogy visszafordítsam a a mederbe a, a beszélgetést, ugye e, itt is már megint e, azok a vizsgálatok vannak, és ezt mindenki elő szeretettel átvezzi, tehát hogyha én nézem itt a feedemet, akkor a, ez a hír, hogy az embernek fölrobbant a lába, ez azt mondja, hogy e, horrorikus fényképek, e, csak a szalagcímeket mondom, horrorikus fényképek, e, e, mi a Nekem nightmare. Rémálom. Tűzlabda és rémálom, tehát ilyen szalag Akkor azt mondja. Az anyuka a horrorikusan megégett lábbal, ami egy e-cigaretta akkumulátor nagybetűkkel robbanás okozta, a következő fákjaként égő comb, a következő, megint az anyuka, a következő az apa, akinek leégett a combja, a negyedik, bocsánat, ötödik, harmadfokú égési sérül, tehát egy ilyen hülye hír elég, hogy aztán... Tűzről ezt, pattant a puka. Várjál, csak most összeszámolom, azt mondja, ez egy nap alatt egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, 14 cikkből 9 ez volt. Tehát ezt kell megértenie mindenkinek. Úgy látszik Amerikában nem megy a dolog, hogy ha egy balfasságot csinálsz, mint mondjuk <laughs> mint, jönnek ezek így, így a témáról, mint mondjuk rip, akkor azt utána nagyon megjegyzik az emberek. És pláne, hogy a hatásvadász bulvár média ezt föl is kapja. Úgyhogy nem nem szabad ész nélkül kinőni itt, a, itt, a, itt az ice sem, mert higgyétek el, hogy van abban még, van abban még 12 watt. A másik kazánom 10. Tehát valahogy el lehet pirickázni azért. Nem kell a, a tons of flavor, meg a, a tököm tudja koilokat kergetni. Hosszús. Mondjad. Én komolyan nem értem ezt az egészet. Azért nem tegnap óta elcigizem. Különféle készülékek az egészen őskori, kőkori daraboktól, a mostaniakig azért átmentek a kezemen. És most itt bohóckodom a, a, a dwarf kazánnal, és tekerészek magamnak, meg ilyesmi, és nem kell 15 watt fölé mennem. Tehát basszus, 10, 12, 13 watt környékén már olyanokat pirít, hogy, és pedig nekem azért baromi nagy húzatom van. Imádom a nagy gőzt, imádom, hogyha van íze, és irgalmatlan mennyiségű likvidet elpöfékelek egy nap. Tehát ne, nem, nem, egy egyszeri átlagos fogyasztású felhasználó, meg igényű felhasználó vagyok. És 13, maximum 13 szaros vattal úgy el vagyok, mint a befőt. Én nem értem, hogy hova ennél több. Ajánlanám neked a... Pont ez a... Pont, pont. Pont ezen gondolkoztam én is. Ajánlanám neked a The Art of Vaping nevezetű csatornát. Itt vagytok? Minek. Aha, igen. Jó, a Fifika és. hallgatott el The itt. The Art van. of Vaping. Ez jó, ez jó. Tehát annyira nem hall minket, hogy közbevág, és akkor jó, akkor én most abba hagyom ismételten. Mondjad, Fifika. Ne, csak, csak annyit mondtam. Csak annyit mondtam, hogy... Ezen gondolkoztam én is, aminek Krisztián, hogy ugyan mikor mentem 15 watt felé. Soha. Na jó, ne kezdjünk el faszkardozni, mert mindennek megvan az értelme, meg ha más nem, akkor a just for fun, de Krisztián, akkor még egyszer kérlek, The Art of Vaping, a negyedik rész, The Staple Staggered Fused Clapton. Hallod? A videó 34 percben magyarázza el, hogy tekerd meg. Har várjál, és ez meg van vágva. 34 perc. És mikor azt mondja a végén, hogy tudod, megtekered duplában a kleptont, és aztán az egyiket megfordítod a fúró menetét, és az egyiket visszatekered, és aztán... Ö és akkor előveszed a negyedik kezedet. Várjál, várjál. Ezt, igen, ezt mindkét kézzel csinálta, és akkor ott van még a a ribbon, amit ötöt, tudod, a lapos részével egymás mellé raksz, azt összet a két szélét, meg nyállal, hogy jobban ö, egybe maradjon, és a kettő ilyen klepton közé, és azt még egyel összefogod, és akkor ott mondja, hogy hát gyerekek, ez pain in the ass. Yes. Tehát ő is bevallja, hogy ez. ez és akkor tudod, hányszor bontotta oda-vissza, oda-vissza, és nem a kezével játszogat, tudod, ez ilyen lusta amerikai, nyomogatja az oda-vissza irányváltó gombokat a fúrón, az meg, hogy negyed fordulatot visszatekerjen. Idióta, bazmeg meg, idióta. És aztán ezt megtekeri, egy tekerés 0,25 századó, és olyan, hogy tudod, így megnyomod a gombot, fölizzik, elengedi, beszél, 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 na jó, most már kezd kihűlni, és akkor így, hő, na körülbelül mostanra hűlt ki, úgy, hogy már nem látszik a színe, de még mindig megégetnéd a kezed vele, és bevallja, hogy, hogy, hogy ez, ez micsoda kínszenvedés ezt megcsinálni, ö, 15 centit, de egyébként micsoda ízek. Majd a következő videóban ö, tippek, trükkök, praktikák, hogyan tisztítsuk meg a bildünket, ugye? És úgy képzeld el, mint amivel a, a az autószerelők a, a gyertyákat tisztítják, az a, az a fémsört és kefe. Azt mondja, itt van ez, és akkor ezzel tudod, izzítgatjuk, és mikor nem izzít, akkor szigorúan csak egy irányba, mert tudományosan egy irányba szabad, csak szigorúan tudományosan. Keféli az meg, mert olyan durva az a tekerés, hogy ez meg sem moccan az meg a drót fémsört sört és kefétől se. És így megsikálja, mint a fogkefével te a fogadat, és akkor most már tök jó, behúzzuk az új vattát, ha ja, és akkor ott nem kell ott olyan szórakozni ennek itt az, hogy elcsíped a vatta végét, hogy a tekerésedet ne, ne tépje szét, az meg így kihúzza, így, így, így megdagadva mindennel együtt, a, meg sem mozdul a tekerés. Tehát. Ezek, ezek ilyen apró trükkök praktikák az meg, hogy, izé, hogy, hogy drótkefével hogy takarítsunk, és úgy, hogy benne van a kazánba. Tehát így nincs is annál jobb, mint mondjuk egy 25-30 ezer forintos kazánt így, így finoman megkefélni. Már hogy drótkefével. Jaj, jó jaj. Ja. Ó, bazdmeg. Ez, ez mennyi 0,3 ohm, az mondjuk megküldött három volton. 0, az... 20, a csávó 0,25 környéke volt, és 8, 60 vagy 80 watt környékén. De hát tons az, of flavor, az, az még az egyszer az mondom. 6 volt. Még, még ráküld 6 voltot, mert az 3 voltal jön ki nagyjából 30, valamivel 30 watt fölé. Ö, Jézus Isten. Jó, hát vannak fura felhasználási módok. Istenem. Hát ilyenkor, ilyenkor kicsit szégyellem magam, hogy nekem a legextrémebb, ami a kazánomba volt, az a klepton, de hát ízlések és pofonok. Meg nekem nincs annyi időm, hogy egy órát baszakodjak 15 centi húzallal. És akkor ezzel, miután elkészült, próbálj meg stílt vépelni. Na, már, már a hangja is olyan, mint hogyha egy repülőgép indulna. Ja és egyéb fú, de. Meg tudtam volna ütni ö, szaros strandpapucsal a csávót, amikor a következő tri, tippek trükkök praktikák az volt, hogy hogyan polírozzunk modot gyorsan. Ö, szépen polírpasztam meg az anyám kínja, mert ugye rézmodnál nincs jobb a világon. És tudjátok, hogy mivel fogta be, mert hogy fúróval kell ezt is megcsinálni, tudjátok, mivel fogta be, basszátok meg a fúróba? Fogott egy minőségi 5 es kartót, az beletette a modnak a tetejébe, és a kartomizert fogta bele a fúróba. Gyerekek, egy tök jó kartomizert. Amit lehet, hogy itt a hallgatók nagy része azt se tudja, mi az, hogy kartó, de könyörgön próbáljátok ki. Kurva jó íze van és egy ilyet csak arra elbasszunk, hogy belefogjuk a fúróba is, és képzeljétek el, egy 26-650-es réz, tömör réz, meha az meg, és nem ám tudod és úgy fordítani. Kiáll forz... a végén a kartatak. Hülye, meg, és úgy, hogy rárakta a pasztát, megnyomja, a... <laughs> megnyomja az idióta a gombot, és és nem úgy, hogy így óvatosan lassan, megnyomta, és én még láttam, hogy így fröccsön, így elhúz az arca mellett, basszatok meg a azt Mondom, ez tényleg ilyen idióta. És Frankon így ezerre nyomtam. Nyomta, alárakta meg az meg a izét, a, ah, nem Szilviát, hanem mi a mikroszálas törlőket, Tényleg kurva szép lett a vége. De az meg, ne, hát most komoly, hogy ezért... És ugye azt nem is kell mondanom, hogy az 5-10 menetnek milyen jót tesz, mikor úgy az egyik kezeddel éppen visszafogod, a másikkal meg erőltetnéd bele a kartót, ugye, mert a fúró forgatná. Szerintem kurvára nem tesz jót a menetnek hosszú távon. Az de elpusztíthatatlan hát... 5-10 csatlakozónak. Igen. <laughs> igen, igen. Sose Jel, lesz kiírtva szerintem ez a csatlakozó. Szóval <gül> <gül> ilyen jó pofa láttam tegnap éjszaka, de egyből kiverték az álmot a szememből. Hát a mirror Coil ha, Ezért van már... alvás megvonásod úgyhogy egész éjjel videókat néz, és aztán panaszkodik, hogy nem tud aludni, és aztán három óra aludtam, ja ha hol a holnap a videót nézett a neten <coughs> Ö, és ha már az amerikaiaknál tartunk visszatérhetnénk egy kicsit a múlt heti rip vonulatra persze mert hogy azóta sem csillapodik egyébként a dolog az megjegyezném zárójelbe ugyanis most úgy fejezik ki a, a nem tetszésüket a, a nézők, vagy azok az emberek, akik, akik a, a véleményével nem értettek egyet, meg hát tudjátok a száradó ügykökkel, hogy minden egyes videóját, lehet, hogy nem iratkoznak le, de minden egyes videóján olyan dislike tsunami van, hogy beszartok. Nem hiszitek el, várjatok, lehet, hogy lesz egy pici hangja. Nem, hála istennek, leállítottam. Ö, van itt egy Blitz Enterprises heti RDA, ezt fölrakta, százezren megnézték, majdnem, 1900 like, 1500 dislike. És ez tendencia. Te, tehát ilyen, ilyen 45-50 százalékos dislike-okkal mennek az utolsó 4-5 videója. Ö, úgyhogy... Csórikem nagyon, nagyon belenyúlt. Nagyon és, belenyúlt és van itt olyanja is ugye ami a, a, a hatalmas giveaway, mert van ott egy egy ilyen kurva nagy műanyag tárolódobozban egy csomó mod, ami úgy tudod úgy jön, csak úgy van és és odaírogatták többen, hogy felrakhatsz akármennyit, tehát az a nem tudod itt a, a, a giveaway-eiddel felettetni azt, hogy mekkora fasz vagy, meg itt röpködnek a son of a bitch-ek. E És akkor így finoman valaki rákérdez. fényes tengerpart? Valaki, igen, valaki rákérdez. Mi történt a Vaping Side Effects videóddal? <tos> <tos> Már már, mikor már már feledné az internet népe. Várjál, várjál, első, első válasz. Ripnek dehidratációs problémái vannak. Szóval nem felejt a, a, a az. Internet közösség. És. És a legutolsó videóját, amit 65 ezeren megnéztek, igen, ott is, 1500 like, 940 dislike. És mindegyik alá újra-újra fölhozak, tehát szerintem amíg ezt csinálja ezt a, ezt a homokba dugós struc politikát, addig, addig nagyon lassan fog ez csendesedni, és nem látom már azokat a számokat, bár találtam egy kurva jó oldalt, ahol YouTube-os oldalakat lehet analitikával megbombázni. És, és, látszott, gyönyörűen kihozza egyébként, mert ö, olyanokat kihoz, hogy naponta hányan lájkolták, mennyi bevétele volt körülbelül az oldalának ö, neki mondjuk adott időszakra, és levetítve az évre. Ha a, a legalsó határokat nézem, akkor is kurvasokat sokat keresett vele egy év alatt. Tehát itt, itt ne a felső 200 kás dollárban határt nézzük, hanem az alsót, hogy 11 ezer az nem rossz évente, 11 ezer dollár. Zsebpénznek, jó. Hát az a, az a minimálbérnek a fele hmm. náluk. Úgyhogy. És ott látszik is, hogy 12. Tizenketted... Tudja, mennyit kapott a kézkrémes cégtől. Igen, igen. És és ott látszik a, a videó alatt, nem a videó alatt, hanem a statisztikában, hogy 12-e, és hogy mínusz 900-an illetve 900-an leiratkoztak róla, és akkor itt mondták, hogy fú, itt lesz a csatorna vége, meg a tököm tudja, aha, következő nap 600-an iratkoztak föl, aztán 200-an, aztán 150-en. De az csak hogy diszlájkoljanak. Azt a pillanatok alatt vissza, vissza termelte, de, de, nem növekszik most úgy a csatornája, mint ahogy a mert grafikonon szépen fölrajzolja. Tehát most már ö, ö, Két hete körülbelül ez a 620 ezres szinten megrekedt, plusz-minusz egy-két ezer. Tehát nem nő neki az a naponta, neki voltak 3-400 vagy mi az anyám, hogy mondjam ezt, ö, follower pluszba. Tudsz, tudsz mondani olyan magyar youtubert, akinek ilyen 620 000-nél megrekedt a csatornája? Ö röhögni fogsz egyébként. Magyar 620 ezres nem tudok, de, de a VR, a The VR, ők például kurva jól haladnak, mert, mert a 100 ezerből pillanatok alatt lett 200, a 200-ból 250. Most a 250-ből hónapok alatt, de a hónapok alatt az azt jelenti, hogy két-három hónap alatt már 270-nél járnak úgyhogy igen, vannak ilyen magyar csatornák, aminek és, és hát mi gameplayeket tolnak a saját stílusukban, ami Krisztiánnak nem jön be de, de mindegy, szóval vannak itt hazai youtuberek is százezer fölött bár ilyen, ilyen itt is megfigyeltem egyébként, rengeteg audio és videó tartalomgyártónak fönn vagyok, a a listáján, név szerint egy párat, Ray Ortega, a Mike Russell, ö, majdnem felolvastam Rip Trippers-t, MC Vapes, ö, a Grim Green, Ficsor Zoltán, az kicsoda. Nem tudom. Szóval fönn vagyok egy csomó ilyen oldalon, akik, akik nem a... Nem a semmi közük az ecigihez, a legtöbbjének, és nem ezt a bazári majom stílust képviselik, mint amit a rip, és például ilyen az MC vépsz is. Tök normálisan elmagyarázza a srác a dolgokat, közérthetően, és most egy, egy erős minőségi ugrást végzett a csatornán is, tehát megbrendelte meg az anyám kínja, de de én inkább mondanám Ray Ortegát vagy Mike akik videó és podcast és audio vágás kapcsán szoktam nézegetni. És lassabb a, lassabb a fejlődés, kevesebb a tartalom, de az minőségi kontent. És ott nincsen vitázás, és nincsen nézeteltérés, nem úgy, a nézeteltérés nem úgy mondom, hanem más a véleménye mondjuk Mujónak a, mit tudom, ez olyan, mint hogy Mujónak más a véleménye a Bread of Heavenről, mint nekem, aztán megbeszéljük, és ennyi. Tehát náluk ilyen beszélgetések mennek a, a csatornájukon, ami látszik is egyébként a, a, a nézőszámukban is, meg, meg, a, a like is, hogy ott nem nagyon jellemző egyébként a, ez a 10-15 százalékos dislike arány náluk. Tehát oda tényleg azért megy az ember, hogy okosodjon, tartalmat fogyasszon. Ö, a ripet már inkább azt mondanám tényleg, hogy ez a, ez a... bazári kategória. Igen, megnézem, mert mi kell a népnek, de nyugodtan visszanézhetné, szerintem ő is magát, hogy honnan indult mondjuk ezelőtt, 4-5 évvel, hogy milyen kis megszeppent fejet vágott a videókban. Ö, nem biztos, hogy az egyik sem jó, de a kettő között valahol meg kellene találni a, a határt, ugyanúgy, ahogy, ahogy ott van mondjuk a Green Green, vagy, vagy, vagy a Félbuszárdó. Csinált érdekes dolgokat. Én nem sajnálom tőle egyébként azt az évi 11 ezer dollárt, meg ilyesmit, mert irgalmatlan mennyiségű ideje és energiája van benne nyilvánvalóan. Tehát maguktól az ilyen típusú videók nem születnek meg kár, hogy így így, 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 maga alá vágott, tehát ennél azért több esze is lehetett volna. Mert hát igény van a hülyeségére, az látszik, tehát az a feliratkozók számából bőven látszik, hogy, hogy alapvetően kíváncsiak rá az emberek. Na jó, de ez, ez már kezd olyan lenni, mint Magyarországon is vannak ilyen, ilyen tudod, akik eljolózgatnak, meg tököm tudja, mit csinálnak a videókban, meg rengetik a hasukat félmeztelenül a, a Balatonparton amit egyszer megnézel, de, de tehát hozzáadott értéket, tartalma nincs. Nyilván, de tisztában vagy a, a véleményemmel az emberiséget illetően, hogy a 90 a teljesen értelmetlen csőcselék, és ez a többség. Jaj, most megértem, hogy én is benne is vagyok tartalom. ebben. Ezt majd megbeszéljük adáson kívül, hogy én engem hova szállsz. Egyébként. Még műsor, Charlie, hogy hóda szállnálok. Édes pofa. Egyébként szerintem kezdhetünk felkészülni, mert most pont, pont belenyúltam a, a levesbe, mert ott van Mike Russell, akit most nem kérek senkit, hogy iratkozzon föl rá, mert senkinek nem mond semmit vagy illetve úgy mondom, a nagy többségnek nem mond semmit a, a, az ő audio editálási technikája, viszont nála láttam először az én falluolt tartalmaim között, hogy azt mondja, hogy VIP csatorna. És Amerikában már megy a VIP YouTuber program, amikor ja. rákattintasz a csatornára, és azt mondja, hogy 1100 én forint égen, per ő. hó. Legyél előfizető, megnézhetem a tartalmakat, hogy mik vannak ott fönt, és ö, látom, hogy kezdte átpakolni azokat, amik mondjuk még ezelőtt két hónappal még freebe voltak. Átrakja, és onnantól kezdve gyerekek, ö, belefetszölök nem kevés melót, ö, fizessetek érte. De egy ilyen ért, mondjuk nem feltétlen fog az ember fizetni. Mert ö, mert így akkor hiteltelen a dolog, ö, és, és látod, mások is ö, fogadnak el, ö, hogy mondjam, terméket, vagy tesztelnek terméket, csak mondjuk nem edzik itt meg a tököm tudja mit, hanem mondjuk egy mikrofont, egy állványt, vagy az anyám kínját, amit mindenki tudja, hogy nem tud mindenki mindent megvenni, vagy kölcsön kapja vagy úgy, mint a de VR-os hogy, hogy megkapják demóba, aztán vissza kell adniuk, de valahogy nem merül ott föl, hogy ez, ez, bárkit is érdekelni kéne, hogy kelljen, vagy na, érted? Érdeklődésre kéne annak számot tartani, hogy az mi, most honnan van. Nem tök mindegy, azért van, hogy te okosodjál belőle. Csak itt, itt egy csomó reviewernél, vagy hogy mondjam, nál, ilyen, ilyen ripféle figuráknál nincs ilyen, mert, mert nem azért nézed, hanem, hanem csak azért, hogy azért, várjál, akkor kérdezem, azért nézed, hogy nagy gőzöket lesz, mert az tényleg kétszer-háromszor jó, de aztán uncsi. Járjál a gőzfürdőbe. Mondjad, bocsáss meg, mert pont... Ha erre vagy kíváncsi, járja gőzfürdőbe. Igen. A szaunába. Igen. Hát vagy elcigi találkozóra ez vagy. van még, mint lehetőséged. Ú, srácok, van nálam két Angry Vapor póló. Ő nagyon metál. Ö, felmerült igényként, és ö, kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ö, szerintetek az, ö, az életképes lehet, hogy mert mondta valaki, hogy minisz fehér, meg mirincs bugyi rózsaszín, meg az anyám kínja, tudja milyen, hogy mi lenne, ha csinálnék olyat az oldalra, hogy ö, többféle színből lehet választani, de az nem prompt akkor készülne el, hanem össze lenne gyűjtve, és akkor, ö, és akkor havonta egyszer lenne legyártva. Mert akkor lehetne mindenféle extra igényeket is, hogy ilyen hát színű mérlen. legyen, meg olyan logó, meg amott legyen a logó, azt akkor akkor lehetne olyan. Ha hogy valaki beszeretné. szeretné, hát, vagy citromsárgába. Hát, vagy az, hogy érzi, hogy mit tudom is én, mújó a gőzlér van ker, vagy valami hasonló szöveggel. Vagy narancs olyan is lehet. Hú, az. Attól ki lennének páran. Fütikus szabadjára engedte a fantáziáját. De miért neked nem esett le a narancsárga? Nem, miért? Hát ez elég szomorú. Elcigiteztek.hu Mi az oldalon a domináns szín? A fehér jaj, jaj, és a narancsárga. Jaj, tudod, lehet, hogy ralban kéne beszélnünk, vagy vagy pantonskálába, vagy nem tudom, hogy mit szeretné. Exzába. Pan Pantonba, és a se a processz korolt választ. Igen. Szóval Isten szerintem le. szerintem mindenki kezdje el szoktatni magát a gondolathoz, hogy hogy vagy nézi a, a, az idiótaságot az interneten, vagy elkezdi kuporgatni a lóvét, és, és majd fizetős tartalmak lesznek, ahol aztán lehet mondjuk elvárásod is, de vagy nem nézel semmit, vagy szart fogsz nézni, vagy fizetős. Tehát, mindenki el fog arra a pontra jutni, mint X vagy Y vagy mondjuk Mike Russell, aki azt mondja, hogy nekem van benne annyi melóm, hogy ez valahogy szeretném, ha visszajönne <coughs> belőle valami. Aztán majd eldől, hogy, hogy a YouTube-nál ez hogy működik, mert most kicsi kavar van a fejemben a youtube val a YouTube reddel, meg az anyám kínjával, meg az előfizetési csomagokkal, de <coughs> majd meglátjuk. Most én nem azt mondtam, hogy nekem fizetős lesz, csak, csak hogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz itt a tendencia nemzetközi és, és hazai vonalon ezzel kapcsolatban. De most már tényleg nagyon off topic voltam. Hát nem tudom, hogy én mondjuk ilyen fizetős tartalomra biztos lenne olyan, amire befizetnék. Sőt, mostanában láttam is egy jó pár ilyen kezdeményezést, amikor valamilyen science fiction sorozatból megcsinálnak egy részt, a kimondottan YouTube-ra, ami 30-40 percbe, és utána megveheted a, a, folytatást, hogyha nézni akarod, vagy, vagy látni akarod. Szerintem, Nem tudom. szerintem egyébként tipikusan ezek a fizetős csatornáknál ilyen oktató jelleg, <tos> <tos> bocsánat, mint mondjuk a linda.com-on, érted? Mert ott is fizetsz havidíjat, itt meg azt mondja, hogy fizes a tartalomért, és akkor eléred. Hát Tele is van velük az összes torrent oldal. A lindás tartalmakkal. Én nem tudom, én nem vagyok fent torrent oldalakon. Én sem, csak hallottam. Valaki mesélte, nem tudom. A Netflixről, Krisztián. Ami meg nincs a Netflixen, azt inkább meg se nézem. Én engem nem visz... A ne nincs Netflixen nincsen Linda, pont tartalom. Engem nem vistek bele a rosszba. Fejezzétek be, jó? Erről eszembe, képzeljétek el, megjött a, hogy hívják, Indigogon támogatott sorozatból a, a szvegem, megjött a, az aláír dedikált komment poszterem és a sorozat sorozatpólóm egyenesen az Egyesült Államokból. Na zsír! Ez pont, pont, Ja, tényleg, ez múlt hétre elfelejtettem mondani, mert egy nappal utána volt. Ilyen, hogy hívják? Zsinórba jöttek a csomagjaim az államokból. Megjött először Giulia Okluszkónak a Szimfonia CD, az új albuma, aztán megjött ez, ha van. van Zseniális. Kommen, pólóba fogok Ö, menni. Csáli, a még vissza, visszakanyarodnék a, a pólós történetre. Olvastam valami ecigitesztek.hu, vagy nem tudom, van valamilyen ilyen oldal. Nem megnézem tudom. már ezt az ecigitesztes pólót. Nem, nem tudom mi az, hogy, hogy a találkozó Várj, bocsánat, is bocsánat. rendelni. Várj, várj, Krisztián, <coughs> úgy nézzed nézed meg, hogy a hugod már rendelt. Na már, hát melyik? <coughs> a... Gina. Ó, hát és te fogod bánja. kifizetni? Uraim, azt személyes, is személyes adataival. Azért nem mondtam a vezetéknevét. <laughs> 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 Oké. Okay. Itt vagyok az ECG-tesztek húnosban. Nem, nem Ugye állítólag oh. úgy is lehet rendelni, hogy a helyszínen fizet. Jobb felső sarok. Ott a van keresés. a, a Sidebáron. Kicsit Ez görges sokkal. már lejjebb. Az nem jobb felső sarok, a jobb felső sarok a keresés. Bocsánat, itt közben szóltam, Füsi Igen. Igen, azt úgy lehet rendelni, hogy előre utalással, és ha beírod kuponkódba a találkozót a személykezet nélkül, találkozó, találkozó, akkor nem lesz shipping, vagy mi az anyám, szállítási költség, és akkor a fiúk oda hozzák. De hát az ugye az kell, hogy előreutaljon az ember, és akkor, és akkor ők le fogják oda szállítani. Ők nagy nagyrészt hát egy ember biztos ott lesz mindig, de, de lehet, hogy ketten is lesznek, és akkor, akkor ők fogják ott kiszolgálni a, az igényeket pólóilag. Igen, meg is van. Nem látok Charlie női tanktop verziót, meg férfi wife beatert. <laughs> Ma Magyarul atléta trikó. <gül> <gül> Az van, hogy hogy koppintás vagy nem koppintás. Az a viáros póló az nekem tetszett múltkor, amit láttam a Janin, a kék színű, hogy csak a fejük felső része sziluettbe. Lehet, hogy egy olyat csináltathatnánk mi is, hogy hárman egymás mellett jellemző. Hát ne a Charlie angyalai hát hát, Jó, csak az sok a szín. Hát le, hogy Vagy hívánkod. akkor csak fekete-fehérbe? Micsoda le, a Csáriangyalai... vagy le vagy monóba. Sőt, sőt, én fekete-vörösbe csináltatnám meg. Wow. Fekete-veresbe, az tök jó, mert akkor az egész melkasod, mint egy dunsztkötés olyan lenne rajta ez a fólia. Aztán, hogy ő, van nyáron, ez nem szar szaraz a póló. De jó, jó ötlet, jó ötlet. Hát mert amikor macskónad nadrágba és... Papusba leslatyogok az ABC-be nyáron, akkor nem vehetek föl mégse a 40 fokba egy fekete t shirtöt hanem érted, egy jó kis atléta trikó. Hú, és ez milyen lenne, hogy mi... várod már azt a pillanatot, mikor az eljön, hogy a, az első olvasói kerekasztal, ahol majd dedikálnunk kell, vagy mi? Mi lesz a milestone, Krisztián? Nem tudom, ez most túl hirtelen. Hú, ez, a, kérdik. ez a jó kis atléta trikóról eszembe jutott, hogy emlékeztek arra a én nem is tudom, hogy ez a kommunizmus vége, rendszerváltás eleje volt, az a net atléta. Be, hát a, a ilyen, a, 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 uf, azt a mai a, napig próbáljuk elfelejteni. A Charlie Angyala is azért is jó lenne, illetve atléta, mert akkor mindig tudnék célozni, hogy mindig téged egyelek le, Charlie. Hát, <haz> <haz> hát ez zseniális. Jó van, egyén le akkor. Azt nem ígérem, hogy lepörkölt szaftozlak, ahogy azt atlétával illene, mert nem keveredek össze pörkölt szafta, de hm. van benne perspektíva. Jó, 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 ezt meg fogom mondani, meg fogom mondani a fiúknak, meg akkor összeülök a grafikussal, hogy hogy lehet ezt low budgetban kihozni. Tudjátok még mi volna zseniális, hogy csinálnánk egy olyan fotót, ilyen sziluettet magunkról. Charlie kapaszkodik a nyakába. Mi a sajátomba? Christian meg én. Nem, a pólónak Mert a nyakába. várja, Várja, ne, ne légy, Christian, Christian meg. meg be... Krisztián meg én bal jobb kézzel a Csárliba, és bal jobb kezünkkel pedig a, hó, a hónaljába a pólónak. Tehát így kvázi a, a szőrét húznánk a, a pólóba. Szerintem az zseniális. Hát ez milyen jó lenne, csak gondolj bele, hogy mondjuk ez fölveszi egy lány, és akkor így kapaszkodik a hónaj szőrébe a fifika, meg a mú jó. Oké. Zsír. A női méretben máshol kapaszkodnánk. Igen, igen. Szigorúan a nyakvarrásba, természetesen. Boops, boops everywhere. Igen. Nyakvarrás az a. az <laughs> a Jaj. Na, De nem muszáj a mindig a hátára tenni egyébként a logókat a pólóknak, meg így a, hogy hívják, szíve fölé, meg ilyenek. Te le vagy Én... maradva? Tehát ott két, két póló minta van, van egy elől telibe, meg van egy elől kicsi, hátul nagy. Tehát a kettő... Igen, de pont erről beszélek, igen, hogy ezek a klasszikus pozíciók, és a 2000-es évek elején én nagyon sokat görkocsolyáztam, és azért voltak nagyon jó görkorcsolyás pólóim, amik ilyen a street artot ötvözték kvázi a srácok a, a, a pólókkal és a legelképesztőbb helyekre tették föl a motivumokat, tehát így a, 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 lépettől indult, és, és így burjánzott szanaszéjjel, tehát ilyen nagyon, nagyon extravagáns kis kiviteleket tudtak csinálni, azokat én nagyon szerettem például. Az jó, csak kéne hozzá minta is, meg hogyha én most lezsibbasztom a fiúkat, hogy 55, ötvenötfe... tényleg rengeteg pólóvariáció van a fejemben, csak tudod, hát az mind egy-egy Elkészítendő minta. Jaj, ja, ja. Sablon. Nem azt mondtam, hogy egyszerű. Hát ö, egyszerűnek, egyszerű, nem olcsó. Sokkal jobban, értelmesebbnek tartom most az ötletet, hogy szívjak fel fecskendőbe fekete ribizlit. és beletöltsem a kazánkámba. Na, ha van egy kis üret, üres járat, héten megint belefutottam ebbe a PGVG eh, dologba, hogy eh, kezdődik a spájzoljatok, spájzoljatok, spájzoljatok eh, akció, tök boldog mindenki egyébként, hogy borászati szaküzletbe lehet PG-t kapni meg. Ugye nem hát, felejted se. el, hogy ez majd a tematikus adásban lesz kitárgyalva? Ó, akkor itt megállok. Oké. Okay. Akkor itt megállok. A tematikus adás. Uh, mi ez? Ilyen be, be, bemutatóját hallott. Tízer. Többit majd később. Coming soon. Winter. Már most nem jön, már most megy. Még hogy nem történt velem semmi, vasárnap moziba voltál. te Annyira tudtam hallani? 70 He <laughs> perc után, 70 kibaszott perc után. Ezt az elég gondolkodási sebességet. Mit néztél, Krisztián? Star Wars 7 Nem láttad még? Nem. Decemberben nem volt alkalmunk, aztán meg magával ragadtak minket az események, így januárba, és most végre eljutottunk, és meg tudtuk nézni a Star Wars hetet. És sajnos, és hogy tetszett? Sajnos már választani kellett, hogy, hogy 3D-be szeretnénk nézni, vagy eredeti hangon és a 3D mellett döntöttünk. Nagyon örültem neki, de megölték szegény Horizon Fordot, basszus, és amiatt nagyon szomorú vagyok. Köszönöm szépen, én még szó... nem láttam, de most én már rohadjál, meg nem is fogom megnézni. de Épp azt akartam picsába... kérdezni, hogy ezt még nem, nem spoilereztük el. nem, már, Charlie, nem t -t. tudtam. Azt hittem, hogy én vagyok az utolsó ember az országba king valaki. Nem láttam még. A picsába. Egyébként nem árultam el túl sokat, mert nincsen Harrison Ford nevű szereplő a történetben, tehát. <laughs> ez kurva jó hallod? Strandpapucsa verni a tarkódat. Nem hiszem el. De tényleg De nem... nincsen, Charlie. Meg egyébként az egy színész, tehát túlélt, ne aggódjál. Csak megjátszották. De ott ültem, fölcsendült a főcím, elindultak a képsorok, és így, így letaglózva ültem, hogy meg legalább 25 éve várok erre a pillanatra, egészen elképesztő. És itt van. Köszi, Lukas, hogy eladtad a Disneynek. Köszi. Te teszed osz a fasz. Hú, ha ezt meghallja Blacky. Majd nem nézem meg, mert ezt Szerintem már a Disney is osztja a Krisztián véleményét. Mit akarok mondani? Mondok én jobb hírt, de lehet, hogy már el is felejtettem. Elfelejtettem. Az előbb az agyamba volt, a még. ezt a fasznál Ezt én szoktam csinálni, Charlie. Ja, igen. Ez Szerintem a te sokkal... Charlie, ez a beépített Dopler-effektusos? Persze. Tehát mindenkit szít, hogy. Na, hogy az el, lehet figyel, a... el lehet es csöndesedni, el lehet csöndesedni. hangja van a kazánodnak. A, a másik nem tudom én mit csinál, érted? Az övé, meg így. Le vagytok ti Basz, szarva. Meg. Megengedhetitek, ugye igazán nekem, hogy ti 90 adás óta fütyültök a kurva kazányaitok, én meg egyben csak azért is büntetésből. De nem is ez a lényeg. Nem, ez már a múlt. Sokkal fajsúlyosabb, de az direkt csináltam, direkt ide raktam a faszom, tudja, milyen drip kazánt, hogy basszam az agyatokat. Szóval sokkal fajsúlyosabb annál, hogy megnézte Mújó a, a Star Wars hetet, hogy átjött ma Gergő, és tekertem a kazányába egy tc tekerést. Mindenki, wow. mindenki, üljön le. Geri TC-vel. nem tud tekerni? Tessék? Pont te, aki nem tud tekerni? Ja, igen, 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 de nem is ez volt a lényeg, hanem hogy, hogy Gergő TC-s tekeréssel szívott. Hú, nekem is megint jött valami. Ez, ez egy ilyen kis, kis háttérinfó. ezt még senki nem tudja, 90 százalék, hogy lesznek a találkozón olyan ős ősbemutatós ízek, ami nem fifikától, hanem misztiktől fog jönni, hogy az még nincsen a polcon, tehát itt kóstolhatjátok meg, és nem fogjuk elárulni, mi az, és aki a legközelebb lesz hozzá, az fog belőle kapni. Na, menjünk tovább, fiúk! Menjünk. Menjünk van még itt egy elbaszott cikk, amit a 24.hu-n szedett össze az RSS olvasóm. Elektromos cigaretta miatt éget ki négy autó Franciaországban. Érted? nem három, nem öt, négy autó. Négy. Hogy a négy az páros szám, Én utána, én utána próbáltam rákeresni, hogy hol van esetleg olyan hír, hogy, hogy nem tudom ezt megkattintani, normálisan csak copypéztelni. Olyan hírt, hogy hogy azért gyulladt ki egy lakás, mert a laptop töltő meghibásodott, vagy valami, de nem, mert az nem hír. Az sokkal nagyobb hír, hogy egy bolhafasznyi elektromos cigarettától kigyulladt négy autó. Úgyhogy Franciaországban, ugye, ott is hozzák. A anyját, hogy. A Vikings season szezon t akarja nekem bevaszni. Óva, nem kattintom, meg már egyszer elolvastam. Faszom. Szóval, ö, ö, mert a tűz, és ez nem vicc, ez, ez Twitteren is végig söpört, meg a tököm tudja, meg fotók is vannak. Hát én már nem tudom, nem tudom már, ez hova rakni a, az emberi hülyeséget. Meg természetesen ezt a kényszeres továbbközlési vágyat de ez csak egy ilyen kis színes, rövid volt. De ez a Darwin érted, dobod valahova, akkor ne az anyósülésre dob már te szerencsétlen, hanem dob ki az ablakon. Igen, igen. Valószínűleg szivargyújtóról töltötte, ahonnan nem kellett volna egy olyan eszközt, vagy nem tudom. De hát autó is nem spekulálok. gyulladám ki magától, aztán abból sincs hír, de nem baj ebből lehetett faragni egy ilyen pamfletet. De ezek, hogy 55 országból hívják vissza a Mars csokit. Ó, oh, mert műanyag darab van benne. Mert hát azon igen, beszarsz. Igen. Az zseniális. Hát attól be. <laughs> Szó De Milyen szerint. jó, hogy nem ettem sem Marsot, sem mi volt a másik? Twix, vagy Snickers, vagy nem tudom már, mindegy, ilyen, ilyen csoki. Ilyenkor áldás cukorbetegnek lenni. Ez. Cukorbeteg vagy? Igen. Oké, okay, akkor majd rakok a teádba. Jaj, Isten. Na. Fifika, tiéd a porond. Meg é, én, én, megolvastam volna, ez az, amit elküldtél levélben, Fifika? Igen, igen, igen. Megolvastam igen, igen, volna, csak képzeld el, hogy nekem a a, a Mekes Office az megnyitja, de csak az első oldalt látom. Igen, mert úgy küldték át a dokumentumot, hogy a, egy office-ba betették a... A, besz, a kurvaszarú a... beszkennelt. Jaj, Krisztián, 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 nekem a... Ö, ö, hogy mondja? Nem nekem. Vannak olyan cégek, ahol képzeld, hogy úgy küldik el a képernyőképet, hogy lefotózzák, screenshot, utána azt berakjuk egy word -be, azt azt elmentjük, azt elküldjük, jól. Na, hát mit várunk az emberektől akkor? Igen, te. Jó, tehát uh, ismét jött egy válasz, uh, egy uh, beadványunkra, amit a forgalmazók egyesületével közösen uh, uh, küldtünk meg a, az Emminek. nek uh, Gyakorlatilag uh, maga a válasz az ö, ö, több szempontból is ö, ö, egy ö, bennünk kétségeket ö, ö, hagyott bizonyos ö, dátumok úgy néz ki, hogy nem egészen ö, vannak, ö, hogy is mondjam, szinkronban egymással. Tehát azt szerettük volna elérni, egyrészt, hogy egy év ö, halasztást ö, kapjanak a, az e-cigaretta kereskedések, gyakorlatilag ö, kifuttatni a, a meglévő készleteiket. De hát ugye a, a, az. Nem, a mert válaszában a hajszárítóját. Hallom. Az Isztus. emi válaszában kitért arra, hogy szerintük, Uh, azt mondja, hogy uh, ugye május, 2016 május 20 a jogharmonizáció határideje, és uh, hú, ugye, most itt elvesztem hirtelen a dátumokban, mi azt javasoltuk, hogy 2017 május 20 uh, legyen a, a hatályba lépés, <kül> és uh, hogy ne uh, kerüljenek be az elektromos cigaretták a, a trafikokba. Na most gyakorlatilag a, a legvégét olvasom fel ennek a, a válasznak. Végig fogjuk nézni egyébként az összes hivatkozott helyet, hogy valóban úgy van-e, ahogy van. Ö, gyakorlatilag ez egy ilyen sablonválasz, gondolom Krisztián már találkozott vele. Tehát a nemzeti dohányboltokban ellenőrzött keretek között lesznek megvásárolhatóak a termékek, illetve azok nem lesznek láthatóak 18 éven aluliak, valamint a nem dohányzók számára. Tehát ez, ez nekem egyébként egy új gondolat, hogy a, már a láthatóság is... <tosz> Problémát okoz az e A termékek nem keltik fel a fiatalok és a nem dohányzók érdeklődését. A termékek káros anyagtartalma miatt a szabályozás célja, hogy ellenőrzött, szabályozott keretek között történhessen az értékesítés. <kül> Gondolom, hogy Krisztiánnak lesz hozzáfűzni valója ehhez a a dologhoz a nemzeti dohányboltokban történő kizárólagos értékesítés célja, hogy Magyarországon minél kevesebb fiatalkorú dohányozzon, illetve minél kevesebb fiatalkorú használjon elektronikus cigarettát, vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt, amely kiemeli a közegészségügyi cél előréséhez az első lépés a termékek széleskörű kiskereskedelmi bevezethetőségének, illetve a termékek megjelenésének korlátok közé szorítását. Aj, oh, Istenem. Három dolog jutott eszembe, amiből kettőt el fogok felejteni, mire az első tévén mondom. Az egyik az az, hogy mióta én láttam Dr. Unodi Szűz Zoltánt a parlamentben bőrleszerűen előadni az érveit a T-7404 mellett, és mióta megtudtam, hogy ő igazából Zoltán Gusztáv, azóta nekem non-stop, a régi Gusztáv rajzfilmek jutnak eszembe. <laughs> és ez, így, ez minden komolyságát elveszi a, 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 az államtitkár úrnak a szememben. De igazából nem is lenne erre szükség, mert jön ilyen hülyeségekkel, és nem is kéne, hogy a Gusztáv rajzfilmek az eszembe jussanak, mert ezek a baromságok elképesztett. Végig gondolja bárki, aki ezeket mondja, hogy mekkora baromságokról van szó. Azok nem lesznek láthatóak 18 éven aluliak, valamint a nem dohányzók számára. Lassan 5 éve nem dohányzom. Ha bemegyek egy trafikba, fogom látni? Fogom látni. Hogyan is van megoldva, hogy a nem dohányzók számára nem látható? De itt van az első logikai bukvenc, mert szerintük ugye ez dohányzás. Tehát ha te bemész elektromos cigarettát venni a trafikba, a többi dohányárút nyugodtan láthatod az a papír papírkutyát nem érdekli, hogy te mondjuk lehet, hogy ennek hatására, miután az ötödik trafikot fogod meglátogatni esetleg likvidvásárlás ügyében, és nem fogsz likvidet kapni, azt mondod, hogy kérek egy doboz kosútot, Menjen mindenki a picsába. Nem, ez nem <coughs> így van. Jogi szempontból sem így van, mert a hatalmas, nagy T7404 módosítások közepette elfeledkeztek átírni a dohányzás definícióját, és továbbra sem számít törvény betűje szerint dohányzásnak az elektromos cigarettázás Nem csak a logika, nem csak a minden más szempontjából, a jog betűje szerint sem dohányzás. Értem, ez most, amit csinálok, szarrágás és szőrszálasogatás, de én alapvetően nem dohányzó ember vagyok. De onnantól kezdve, hogy energiaitalt, meg a tököm tudja, mit nem árulsítanak a, a trafikokban, simán bemelt oda egy szómias, coca cola vágyó e, járókelő is, és találkozni fog vele. De jó, oké, okay, ez szőrszáhasogatás, muszáj volt szőrszáhasogatnom. Szokás szerint nem veszik figyelembe, illetve hát figyelembe veszik azt az bődületesen, botrányosan, szar, minden kritikán aluli e, egészségügyi háttérintézmények által előállított förtelmet, ami leszarja a tudományos tényeket, a tudományos eredményeket, és továbbra is az abszolút rémálomban, hagymázas vízióban fantáziált baromságokat veti papírra, hogy már pedig ezt bárki meglátja, az azonnal rá fog szokni a dohányzásra, és pláne a fiatalkorúak meg mindenki, minthogyha egy kibaszott kaputrog lenne. És már megint ezzel érvel, és tudjuk, hogy ez nem így van. Tehát igazándiból a rosszindulatú szőrszáhasogatást félretéve, már itt tudjuk, hogy hazudsz. Tehát őrület. Ez, 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 a, ez a maszlag. Ez ezért van. De hát ez hülyeség. Nyugodjanak bele. Ah. Ami nekem érdekes volt egyébként ebben a levélben, de mondom, ezeket le kell ellenőrizni, tehát ez tudod olyan, mint amikor a, a NAFTA-tól állásfoglalást kérsz, hogy hát éppen akkor abban az időpontban annak a, az, a személynek, aki megírta az állásfoglalást, ez volt a véleménye, de most nekünk más is azért megbüntetünk. Tehát nagyjából ez a. Tehát itt azt írja, hogy 2016. november 20-a előtt gyártott elektronikus cigaretták, valamint után töltő flakonok 2017 május 20-áig hozhatók forgalomba. Ez nekem speciál új. Hát már olyan szinten új, hogy... Illetve a két... Már olyan szinten új, bocsánat, hogy, 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 az egyik pontban azt mondjuk, hogy, hogy tovább értékesíthető, a másikban meg azt mondjuk, hogy csak trafikokban. Hogy akkor... Én ezzel a Igen, hogy ezt a már logikát... már egyébként. Befogom a számot. ha, ha... Ha ezt a logikát követed, akkor én november 20-ig legyártok egy literes kiszerelésű ö, elektronikus cigaretta után töltő flakonokat, és azt minden további nélkül, 2017. május 20 áig forgalmazhatják mondjuk a trafikok, mert ugye ö, 2016. május 20, ö, szadikától csak a trafikok forgalmazhatnak elektronikus cigarettát, tehát félreértés ne essék, nem arra vonatkozik a, a dolog, hogy Magyarországon a kereskedők, az e-cigaretta kereskedők addig forgalmazhatnak, de bevihetik a trafikba az árőket, és ott forgalmazhatják. Nem forgalmazhatják, mert üti a 10 milliliteres mm kiszerelést. Vagy nem üti, vagy ki tudja. Vagy, tehát igen, igen. Tehát, és a bejelentés, ami, ami egyébként a hatályos jogszabály szerint ugye meg kell tenni május 20-tól van egy hat hónapos moratóriumod, az itt teljesen más értelmet Kap, mert itt azt írja, hogy uh, szerint a bejelentést 2016. december 20-áig kell megtenned. A november 20-a előtt gyártott cuccaidra? Uh, nem, tehát 2006. május 19-én már forgalomba lévő elektronikus cigaretta esetén, a program 2016. december 20 jaj, jaj, jaj. Jaj, jaj. Jaj, jaj, jaj. a jelentést. Na, szóval Teljes szerintem kárhoz. ez itt egyébként egy aránylag kaotikus ez a része a, a dolognak, a, amit írtak. De hivatkozásokkal együtt tették, tehát meg kell néznünk az eredeti hivatkozásokat, és hogy ott mit írtak. És akkor ennek fényében kell eljárni. A másik dolog, ami ezzel kapcsolatban nekem eszembe jutott, hogy most a héten vámkezeltettem két árut, és mind a kettőhöz még mindig kérték a nikotinos nyilatkozatot. Azt a nyilatkozatot, amit emlékeztek, még a szócska generált a navnál. És így végigfutott rajtam, hogy akkor most május 20-a után mi lesz? Tehát ha a ha szócskaféle definíció érvényben marad, akkor Magyarországon senki nem forgalmazhat, árulhat és gyárthat likvidet, kivéve a patikákat. Mármint tartalmú egész pontosan. Jaj. Jó, jól gondolom? Hát egészen úgy hangzik. Ugye a szócskaféle tiltásban az volt, hogy a nikotin farmakológiai anyag, tehát csak gyógyszertárak ö, forgalmazhatják, illetve. Hát gyógyszergyártói engedélye rendelkezik. Gyógyszergyártói engedélye hozzá. Most akkor ez hogy lesz? <laughs> tehát, ö, és ennek kapcsán merült föl bennünk a, a nem is tudom, a kérdés, amit egyrészt az Emminek, másrészt a, az Ogyinek fogunk megfogalmazni, hogy tegyenek már ugyan rendet a, a, saját jog harmonizációjukban, mert, mert, ez így nem, nem lesz oké. Okay. még, még azért nekem lesz egy pár kérdésem, mondjuk, hogy mit akar a kibocsátás szó, specifikálják már ezt így, legyenek olyan kedvesek, meg, meg, még egy pár dolog, ami a, mondjuk a likvid előállításhoz nélkülözhetetlen, de, de hogy, hogy, ők sem látják át ezt az egész dolgot, az szinte biztos. Hát fifikon leszarják alapvetően, tehát a, a, fő, a fő cél az elérésre került, Május 20-ától ki van nyírva a szabad elektromos cigaretta forgalmazás, meg a szabad elektromos cigaretta felhasználás is Magyarországon. A cél ez volt. Az, hogy ez milyen bürokratikus káosz és kuszaságot ránt magával, azt leszarják, hát a gyógyszer maffia elérte a célját. Tényleg, Igen, és itt senki csak nem ez érdekel. nekem az a probléma, az a problémám, hogy a keretek közé szorítottat is uh, kinyírja, mert, uh, mert egyszerűen senki nem gondolta végig, de, hogy milyen... De pont ezért, hazugság, pont ezért hazugság, hogy kiemeltek közegészségügyi célok és a fiatalkorúak. Kurvára nem erről szól ez az egész, arról szól, hogy vonják ki a szelet az elektromos a terjedésének a háta mögül a vitorlájából. Erről szól az egész. Az összes többi csak maszlag, szájbetömés. Ez szerintem rohadtul látszik. És persze irgalmatlan nagy káoszt csinálnak ezzel, de hogy nem, nem, ez volt a cél, úgyhogy nem is érdekli őket. Másik kérdésem ezzel kapcsolatban meg, hogy melyik Magyarországon élsz te manapság a a regnáló rezsimet mikor érdekelte, hogy milyen jogi kuszaság, keszekuszaság, átláthatatlanság és káosz van. Tehát soha nem volt cél 2010 óta, hogy bárki is átlásson bármit, vagy tiszta jogi keretek között folyhasson bármi. De nem akarok ennyire elmenni ebbe. De egy másik dolog jutott nekem eszembe egyébként még az előző bekezdéssel kapcsolatban, hogy és akkor idézném, hogy a nem, amit te is felolvastál, hogy a nemzeti dohányboltokban történő kizárólagos értékesítés célja, hogy Magyarországon minél kevesebb fiatalkorú dohányozzon, illetve minél kevesebb fiatalkorú használjon elektronikus cigarettát, vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt, amely kiemelt közegészségügyi cél eléréséhez az első lépés a termékek széleskörű kiskereskedelmi beszerezhetőségének, illetve a termékek megjelenésének korlátok közé szorítása. Na most vegyük az első felét. Pontosan tudjuk, kiemelt közegészségügyi cél, hogy minél kevesebb ember dohány Magyarországon, innentől kezdve egyértelműen minél kevesebb fiatalkorú is dohányozzon. A durvulás az itt jön, hogy kiemelt közegészségügyi cél, hogy minél kevesebb fiatalkorú használjon elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt. Mióta? Hol lett ez definiálva? Hol Pifko lett ez bejelentve? Miért? Pifko Igen. úr, értse Igen. meg! <laughs> Nyugodjanak bele. Igen. Nyugodján. De nem, ez bullshit, és ez, ez csodálatos ez a levél egyébként, mert ez így, ahogy van, ezt tegyük el, és amikor ki fog derülni, hogy az elektromos cigaretta valójában, és nem elektronikus cigaretta, vagy dohányzást elektronikus eszköz, hanem az elektromos cigaretta egy nagyon brutálisan hatékony dohányzás ártalom csökkentő alternatíva, amit évek óta szajkózunk, amikor már ők se fogják tudni lehazudni továbbra is a csillagoseget a helyéről, akkor ezt elővehetjük és megmutathatjuk, hogy kedves Gusztáv, te írtad, hogy kiemelt közegészségügyi cél, hogy minél kevesebb magyarországi fiatalkorú jusson hozzá egy ártalom csökkentő alternatívához. Ez, ez a nagyon durva ebbe a mondatba. Kiemelt közegészségügyi cél, hogy ne legyen nagyobb esélye a dohányos fiatalnak abba hagyni a dohányzást. Köszönjük szépen. Ez mindent elmond szerintem. Fú, most fölment a vérnyomásom, srácok. Tudom, akkor vagy csöndben, és utána mondod ezt a mondatot annyira abszurd, annyira abszurd, annyira, annyira kilóg a lóláb, és annyira büdös, gennyes dolog ez az egész, hogy ez valami egészen elképesztő. És akkor erre még rájön néhány lapáttal, amit Fifika felsorolt, ezek a dátumok, lehetőségek, korlátok és, 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 és kaotikus ellentmondás halmazok tömkelege az egészben, hogy, hogy igazániból, aki ezzel foglalkozik, azt se tudja, hogy ki kivel van, meg miért. Ja, sokkot kaptatok? Ja, nem. Ja, tehát... De igen. Igen, tehát ez, ez, ez az, amikor így a, a, az ember minden oldalról pörgeti ezt a kockát, és minden oldalról dől a szar. Ha pörgeted a kockát, és minden oldalról dől a szar, akkor viszonylag maga biztosan megállapíthatod, hogy egy szar darabot pörgetsz. Igen. Ez nem is kocka, ez egy darab szar. Erről a, erről a Torente film egy zseniális mondata jut eszembe, Ami tökéletesen lefedi egyébként a magyarországi elektromos szigaretta szabályozás, bot csinálta elektromos cigaretta szabályozást, amikor Torrente nézés néz és közli. ez, ez egy nagy szar. Az legyen akkor a kultúra videó. Meg tudod keresni valahol? Megkeresem. De akkor beszéljetek, mert én most. Jó, lejjebb viszem, lejjebb viszem a vérnyomásodat egy picit, jó, <kül> mert hogy a témából mindent kibeszéltünk már? Igen, igen. Akkor mehetünk talán az olvasói kérdésekre, nem? Igen. Lackó Attila kérdezte, hogy hogyan gyógyulunk ki a náthából. Sosem beteg, most mégis fáj a torka, folyik az orra, be van dugulva a füle. Strepsil szopogat, rubofemből van bennem vagy kettő, mármint, hogy benne mézes teát iszogat, szigorúan málnás, de nem csillapodik. Szerintem nem biztos, hogy náthás vagy. Lehet, hogy elkaptad ezt a influenzát, mint amit a Krisztián is. Bocsánat, mint amit Krisztián is. Szerintem. Egyébként én is azt gondolom, tehát nekem is problémáim voltak most itt a. mikor voltunk rosszul, Krisztán. Egy hete? Igen igen, 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 igen. Múlt héten kezdődött. Egy hete, nagyjából egy hét alatt. Nem azt mondom, hogy fú, de, iszonyúan jó, rendbe jöttem, de most már teljesen viselhető egy hét után. Neked is ez a fosod volt, hogy nem, nem voltál lázas közbe? Vagy te voltál? Én nem voltam Én lázas, sem. nekem csak az órom folyt, meg könnyeztem. Ugyanez. Te. A v... Isten összes zsebkendőjét eltaknyoltam egy nap. Ja ja, 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 Jó, hát akkor egyezzünk ki annyiba, hogy ez nem, nem a, a Nem nádfa. a klasszikus influenza, ez a, ez a madár influenza volt. Igaz. Ez a madárív. De jó, de jó. Most azért meg, megnyugodtam egy picit. Abban mellesleg kevesebben halnak bele, mint a klasszikus influenzába, de. Ja. Közben nem is kérdés, hanem érdekesség, hogy pont most írta párásítóban. Boris, hogy ostromoljuk meg Gézát, hogy az egyszerűről is mondjon pár jó szót, mert holnap a, a, ismét a Mokka vendége lesz 9 óra körül, és illetve hát már mikor ez az adás kikerül hozzánk, akkor már lefut a dolog, és a szenvedély lesz a téma. Úgyhogy Boris mondta neki, hogy az ecg is mondjon néhány jó szót, azt mondta rá, hogy mindenképpen. Úgyhogy holnap kilenckor nézzük a tévét, ha fönt leszünk. Zseniális. Cool. Olvasói kérdésből képzeljétek, ennyi volt, úgyhogy nyugodtan rácsaphatunk a, a sorozat vonalra. Ö, és egyből egy gyors kérdésem van. Hogy van az szerinted, Mujó, hogy, hogy a Walking Deadnek a fél évad, második fél évad kezdése, az ugye a, a mennyi volt? S06E09. És mindjárt megkeresem a sorozat trekkeremben, hozhez höz. Kilenc, és akkor lement most a tizedik, és február 28, 11, és ez az utolsó az évadba. Hát ez milyen fél évad? Az egyik fele az 8 epizód, vagy bocsánat, igen, nyolc, a másik meg három. Hogy még egyszer? Bocsánat, még félig el vagyok itt. Örülök, hogy empízbe. figyelsz. Tehát, hogy a Walking Dead. Az előző fél évad az E08-ig volt. Most elkezdődött a második, E09, és nekem a sorozat trackerem az 11-ig írja. Mert annyit lát. Nem, ez több. Nem, a, biztos, hogy, így... hogy nem több, mert megnéztem három sorozat trackerben. Mind a három ennyit írt. De hogyha már. Ne... Ja, hát mutasd, hogy nálad mit mutat. Megmondom neked. Le, 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 le. Még mondjuk a trakton nem néztem meg. Ó, 16, 16 epizód ott a Wikipédián. Ne izguljál, hát az... fölöslegesen. 11-ig vannak bejelentve a címek, azért odáig tudják, 12-től 16-ig tudják. Azért nem lehansz. értem, mert idáig nem volt nekik gond, hogy mennyit kell bejelenteni, vagy mennyit jelentsenek be. Mondjuk a traktis 16-ot ír. De... De hát ez már le van forgatva, itt nincs kérdés. De elmennek csak a... Csak ennyi, nem mondták ne, meg én még simán a... me... az epizód címeket. Hát arra hagyjanak meg. Faszért nem írják. Oda. Ó, ott van ez még március 6-án a 12, és akkor aztán április, viszont, akkor viszont a 16. Erős lesz a váltás, ugye, mert utána jön a fír, az meg április 18 talán. Fír, 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 fír. fír. Hol, az F, hol az F, hol az F, hol a... F? Nem a fargó. De a fír. Igen, április 10. Aha, akkor egy pici átfedés lesz. Jó, akkor megnyugodtam. Viszont, viszont ez a rész nekem kicsit komikusra sikeredett. Nem tudom, hogy láttad-e. Én láttam. Érdekes feszültségoldós epizód volt, az biztos. Nem is. Hallod? Mint a kabaréba lettem volna, amikor elindultak portyázni. Ott a mint egy bőr lesz, tényleg. Igen, tudod, kinéznek a kocsiból, és így mi van? Csak a Benny hiányzott volna ott a kergetőzés alá és utána, amit, amit, leműveltek a, a tóparton. Hát ott már mikor azt hitted, hogy megveri az embert, és így gurul a kocsi bele a vízbe, és utána még a nyitott ajtó még tarkon vágja a, a csávót, és mondjuk azt se értettem, hogy hogy került a kocsi tetejére a faszi, mikor megkötött, megkötözték, és abba a pillanatban elindultak. És szólics Jézusnak. Egy hudini. Szólítsatok Jézusnak, és aztán a végén meg ott a szobába hirtelen. A, a kapuciner fölébreszti, és, és ott áll velük szembe, hogy rég beszéljünk. Úgy, hogy őrizték. Nem tudom, nem tudom ki ez a fasz, de egyre jobban idegesít. A másik viszont, azt elfelejtettük múltkor, beszéltünk róla. Vikingek? é vagy nyitó? Nem, de láttam, viszont muszáj leszek elmenni egy biológiai kerülőre. Ennyire nem tudsz felnőttként viselkedni? Ennyire nem. Hát ezt nem hiszem el, nem bírsz még ki tíz percet. Férfi ember, ha menni kell, menni kell. Mennyi akkor, mennyi akkor, mennyi. Medek, medek. Csáli, mi legyen a videó? N nem tudom. A kultúrára az előbb mondtam valamit neked. Azt Krisztián kereste, a torrente. Igen, a torrente, és akkor... És akkor a videó. Én megfordítanám, Charlie. Igen. Én a, a videóba tenném be a torrentét. A kultúrába pedig van egy remek-remek cikkem, hogy második osztályos gyerekeknek milyen erkölcstant tanítanak. Úgyhogy én inkább oda azt a cikket tenném be, mert egy picit uh, uh, a haj az, a, az országban uralkodó állapotokra is. Uh, fölolvashatom? Mert ez egy nagyon rövid uh, kis uh, szemelvény a második osztályos gyerekek elkölcs tankönyvéből. könyvéből. Tedd azt akkor. A címe a makacs gyermek. Volt egyszer egy igen makacs gyermek, anyjával örökké szófogadatlan. A jó istene miatt nem lehetett tetszését benne, betegséget hozott rá. Senki orvos nem segíthetett rajta, és hamarosan halálos ágyán feküdt. Mikor pedig leeresztették a sírba, és betakarták földel. kicsi kicsikarja egyszerre csak előbújt, magasra nyúlt, és ha visszadukták is, és friss földet ö, terítettek rá, az sem segített, a karocska újra meg újra előbújt. Végül anyának kellett a sírhoz mennie, és veszővel a karocskára ütnie, és amint ezt megtette, a karocska visszahúzódott. A gyermek pedig végre valahára nyugalmat lehet a föld alatt. Istenem, élő halottak. <laughs> hát, öcsém, erkölcs második osztály. Gratulálunk hozzá. <laughs> Addig verjed, amíg mozog. Ez a lényege. Addig verjed, amíg vissza nem bújik a föld alá. <laughs> hát, ezt komolyan mondom. Tehát hihetetlen. Krisztián, uh, a YouTube-os videót a videóhoz tegyed már, mert még kim voltál biológiai szükségleteid kielégítése céljából. Közben rájöttem, mi Csárli volt a baj vagy, egyébként, hogy nem biológiai szükségleteim voltak, hanem Gustav levele annyi méreganyagot gyülemlített föl a szervezetemben, hogy a veseim <coughs> <coughs> veseim életmentő üzemmódra kapcsoltak nem bírták föl dolgozni. Nem. Nem sikerült megtalálnom azt a betétet a torrentéből, amire De miért az egészet nem, és akkor tudod, utána perc másodpercre időzítve is be lehet. Megpróbálom, megpróbálom, mert azt tudom, hogy hol van. Ez egy másik, itt is elhangzik benne a nagy rakás szar, de ez egy másik kontextusban. De szerintem nem tudom, hogy van lesz. Egy rakás szar milyen kontextusban hangozhat el? Ö, egy lejmoló drogos kontextusában. Meg a, a, amit én keresek, az az, amikor a, az apjától kérdezi, hogy na mennyi a tarha apu? Hát nagyon kevés, tudod, válság van. Ez, ez egy rakás szar! Nem, nem, nem találom a fullos torrentét. Jó, addig kérdezem, hogy a vikingeket látta de most az egy-kettőt? Igen, igen, igen. Abszolút te láttam. Zseniális. Nagyon jó kezdték az évadot, baromi izgi lesz. Megint ez a roló meg a Rágnár előbb-utóbb egymásnak feszül, ez a szerencsétlen róló nem tanul semmiből basszus. Nem, és, és lehenteni. Ennek leúzták a rolót. Szó szerint <laughs> bár most, és, és még érdekes, hogy ugye a Lagerta is megkérdezte a, látnót, a látót, hogy, hogy mi lesz a király halála után, hogy nő lesz a trónon. De ugye ebbe benne van nem csak ő, hanem hát, egy másik nő is. Nő, igen. És, és utána rákérdezett, hogy de én leszek? Botorság ilyet kérdezni, hogy a király halála után mi lesz? De nekem én elvesztettem azt a fonalat is, hogy hova, hova, ment el a, hova ment el a vastüdejűnek a, a felesége. Ki az is, a vastüdejű? Hát a fia. Ja, az Ironhide. Ja, 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 Björn Ironhide. Meglépett, hát az tiszta Zizi volt az a csaj. Igen, csak az, a... nincs, az nincs nekem meg, hogy hova lépett meg, vagy, vagy mi volt ott. Kiment gazdasági bevándorolni Angliába, ott megvágták a kis csajt, mint a Trainspottingba, lesz Trainspotting 2, és aztán hazajött, és azóta már nem volt önmagad. Jézusom. Azt, azt, azt ne, én se tudom, hogy hova ment, csak ennyi, hogy fölkerekedett és elment. Úgyhogy érdekes, azt nem tudom egyébként, hogy miért rajzolta Ragnar azt a kört a floki köré. Unatkozott szerintem. Én azt hittem, hogy elengedő, hogy innen nem jöhetsz ki, meg különben nyakon baszlak. Hát, vagy hogy annál közelebb nem megy Én azt vártam, hogy megmondja, hogy aki oda megy és megdobálja, az kap két nagy maflást, vagy valami. Azt nem néztem, nem... hogy szarral dobálták vajon a gyerekek? Ami a kezük ügyébe került szerintem. Kavics, paradicsom, halfej, bármi. Jó volt, jó volt, várom már a következő részt. De ez a szerencsétlen Björn, ez És És mit szóltok az x Ő, Abból most le vagyok maradva egy epizóddal, vagy talán már Én kettővel Le vagyok is. maradva egy új évaddal. Nekem tetszik. Te is új évaddal. Visszataláltak az első évados vonalhoz eléggé. Én nem, nem, fogom megnézni. Az a kukás emberes epizód, meg ilyesmi, hát az tiszta klasszikus. Vanilla x -szakták. Nekem, nekem, azt tetszik, azt tetszik benne, hogy, hogy gyakorlatilag csináltak egy, egy olyan x ahol a háttérben folyamatosan bontják ki ugye a, a, a nagy összeesküvés című történetet, de akkor nem spoilerzem el előled, mert én láttam a, a, az új epizódot is én most, most kezdek egy picit így bele találni a, a hangulatába. Azért eddig annyira engem nem fogott meg, de most már úgy kezd összeállni egy-két dolog a háttérbe, egészen nézhetőnek gondolom. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy az első három rész után kezdjen el igen a véleményt alkotni rajta. Az első kettő az kifejezetten egy baromi nagy palettát lefedett, tehát az igazándiból ától megindult a stílusjegyekben, meg a koncepcióban, úgyhogy onnan baromi nehéz volt lesz. akkora volt a kontraszt az első két epizód között, hogy most melyik lesz egy ilyen véresen komoly összeesküvés elmélet, vagy egy ilyen lájtosabb régi szaktás vonulat. De jó, pofa. nekem azt tetszik rettenetesen, hogy így kiröhögik a korábbi önmagukat, meg így vissza-vissza utalgatnak, ez tök, tök fán. Jó, van, fiúk, mindent kitárgyaltuk. Szerintem kiveséstünk mindent, majdnem két óra nyers időnk van. Jó, adás cím. Na, ezt most megint nem tudjuk. Jaj. Hosszú járok. Megint. Na, mi legyen akkor a címe? Nem tudom, a kockaszaros oldala, vagy. Nem tudom, bármi. Én, ne, bármi. Nekem beugrott egyébként a. mert Krisztián annyiszor hivatkozott a nagy tudású ö, Don ra hogy, Don hogy valahogy, valahogy fűzzünk rá. Hát nekem akkor abszolút Gustav rajzfilmek jegyében. Igen, igen, az igen, 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 Hát akkor egy, te milyen Gustav Rajsz címek voltak, ilyen Gustav bevásárol, meg nem tudom én mi. Gustav az okos? Hát az, az semmiféleképpen. Okoskodó. Ő maximum csak megmondja a frankót. Akkor Gustav, Gustav megmondja, megmondja a frankót. Mondja. El legyen csak úgy akár, me meg, annyi megmondja. frankot nem mond, Igen. Gustav megmondja. Úgy, Gustav megmondja, ez így tökéletes. Jó van, fiúk. Akkor Gusztáv megmondja, mi meg azt mondjuk meg, hogy jövő héten 98, tehát már csak három, uh. sőt, ha úgy veszük, akkor két adásunk van. Üles léptekkel haladunk. Hát ez már itt van a nyakunkon, basszus. Ki kell az ünnepi ingemet, ne Még Meg az ünnepi zakódat már nem ismernek meg majd téged, hogyha nem abba jössz. Jaj, nem már zakóba kell mennem. Hát, muszáj lesz. Uh, Na jó, Krisztián, Kordigán is elég lesz. Jó, ez olyan egyetemista. <laughs> mellény, gombos mellény nem lehet. Kockásing. Na jó, ne feszítsük a húrt, köszönjünk el. Kockásing az, az minden mennyiségben van. Kettő. Jó ja, Istenem. Nem, annak ma politikai töltete van. Kockás inget nem. Egyet kérek még, fiúk. Na. Ö, az anyagot küldjétek majd nekem, már hogy a hanganyagot. Uh -huh, uh -huh, És utána igen. én mostanában úgy szórakozom a legjobban, hogy mikor vágom az adást, akkor dupla sebességgel hallgatom. Ö, ha tehetitek, akkor miután meghallgattatok rendesen az adást, hallgassátok meg dupla sebességgel, sokkal viccesebb az egész. Például Mert az ilyen az kacagások hélium. is. Igen, igen, igen úgyhogy elköszönök, Érjünk aztán aztán, aztán uh, holnap meg kikerül az adás is örülök, hogy itt voltatok sziasztok egy élmény volt, sziasztok Ú, milyen fáradt hangja lett a Charlie-nak köszi, sziasztok buli van, buli van, buli van, nem vagyok fáradt